A szabadság bezárva bennem, csodákra táruló szememben, ölelni feszülő karomban, szűkölött hátráló napokban. Második alkalommal gyűltek össze az irodalom kedvelők a költészet napja alkalmából Visegrádon. Mezei Anna, az Áprili Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke tavaly állt elő azzal a javaslattal, hogy tágabb baráti körben ünnepeljék meg a költészet napját, valamint egészítsék ki Visegrád és környékének vonatkozásaival. Idén Szilágyi Gábor Máriusz dömösi költő verses kötetének megjelenése alkalmából az ő műveiből állították össze a rendhagyó költészet napi műsort. Az esten a visegrádi versmondók körének tagjai, illetve Vereckei Attila, az esztergomi zenei élet emblematikus alakja szemezgetett a művekből. A műsort Paulus József és Mezei Anna szerkesztette. A házigazda Fagyas Róbert volt, aki a költővel munkásságáról, művészi hitvallásáról, költői világképéről beszélgetett. Az eseményen jelen volt Madár János költő, a Rím könyvkiadó szerkesztője, Szilágyi Gábor Máriusz kötetének megjelentetője, aki a verses kötet előszavában megfogalmazott gondolatait ismertette a közönséggel. József Attila születésnapját ünnepeljük. József Attilát és Szilágyi Gábort egy napon említeni, úgy gondolom, hogy már ez is egy óriási dolog. Csak ugyan nagy ember a szememben, Szilágyi Gábor, és ezt őszintén, ha itt volna, ha nem volna, akkor is ezt mondanám. Ezek a versek hitelesek. Szilágyi Gábor költő. Bár egy kötete van még, de nagyon remélem, hogy ez a pálya felépül. És boldog vagyok azért is, mert ha körülnézek, látom, hogy Gábornak itt van az édesanyja, aki szeretettel köszöntök. Boldog lehetsz, Gábor, hogy a te édesanyád itt lehet, az enyém már nem. De elkísért őt a felesége. És hát itt van az előadó művészek között a lánya, Zsófi, és hát itt van a művésznő Ágnes, akinek a nevét olvashatjuk az impresszumban, mert hogy a borítót ő tervezte, és hát ezzel azt is elárulom, hogy talán ez a családi környezet is sokban segítheti Gábort, hogy ő ki tud teljesedni. Szilágyi Gábor Máriusz életének mindig is része volt a rímelés. Már 6-7 évesen is írt verseket. Első közlésre elfogadott költeménye, melyet 1975-ben katonai szolgálata alatt írt Kaposváron, a Somogyi Néplapban jelent meg, Kezdet címen. Ezt követően folyamatosan születtek versei egészen 1984-ig. Ezt a termékeny időszakot egy több mint 20 éves szünet követte. Ez idő alatt egy sort sem írt. 2007-ben azonban megszületett Csengei Dénes emlékére írt verse, amely a most kiadott kötet megjelenéséhez vezetett. Ez a vers jutott el Madár Jánoshoz, felkeltve érdeklődését a költő más alkotásai iránt is. A tragikus sorsú író és politikus Csengei Dénes Szilágyi Gábor legjobb barátja volt. Egész életére rányomta bélyegét egyénisége, útmutatásai ma is meghatározóak számára. A középiskola óta elválaszthatatlan barátok a 80-as évek végére eltávolodtak egymástól, amelyhez több félreértés is vezetett. Csengei Dénes korai halála miatt soha nem tudták tisztázni nézeteltérésüket. Ennek fájdalmát 25 éve hordozza teherként a költő, ez több versének is témája. Nekem nagyon érdekes ez a mostani alkalom, mert hogy igen, április 8-án volt, meg 25 évvel ezelőtt, és most ez hát 3 napra ezelőtt volt. Igen. Hitek és hazugságok Csengei Dénes emlékére. 20 éve toppant be hozzám a sok éve nem látott barát. Miközben bejárta el lassan új hitet vajúdó kis hazát. Elmondta, hogy megtagadott
minden régi hazug hitet, de én akkor még inogtam. És nem értettem, és ő sem értett engemet. Fagyas Róbert, a beszélgetés vezetője, a költőt eddig megismert versei alapján igazi lokálpatriótaként jellemezte. Szilágyi Gábor egy Dömösön élő ember, aki az őt körülvevő táj, a Duna, a hegyek szerelmese. A művész egyetértett a megállapítással, és elmesélte, hogy talált rá a Duna kanyarra. Az 1954-es nagy árvízkor csecsemőként vitték először szülei a Dunapartra, abba a házba, ahol most él. A nyarakat, iskolai szüneteket is itt töltötte, nagyszüleinél. Mindig is jobban szeretett itt lenni, mint Budapesten. Lakóházáról egy érdekességet is megemlített. Egyszer Radnóti Miklós is megfordult benne, ugyanis a költő apai nagybátyjáé volt a ház valamikor. Szilágyi Gábor elmondta, Dömös, a Dunakanyar a legkedvesebb hely számára az országban. Idevalósinak érzi magát, itt szeretné életét leélni. Erről szóló Dömös című versét, leánya, Dunaparton című költeményét pedig maga Szilágyi Gábor olvasta fel. A vízen éppen nem úszik dinnyehéj. Helyette van itt más, szép, új, modern szemét. És az egykedvű folyó vándorútját járva halkan meséli örök történetét. Ott hullámzik benne múlt, jelen s jövő. Viharok és könnyek, sírás és nevetés, hadak és eszmehordák, harc és halál, ember és állat, csak szerelem kevés. A költemények szeretetéről, születésük körülményeiről szóló beszélgetés után a megjelent kötet további verseit hallhatta a közönség a Visegrádi Versmondó kör tagjaitól. Vereckei Attila a költő Április című megzenésített versét tanította meg a közönségnek. Derültséget keltett a rögtönzött énekóra. A szolmizációs jelek az iskolai énekórák hangulatát idézték fel. A közös éneklés megalapozta a kötetlen hangulatú együttlétet és vendéglátást, amellyel az ünnepség zárult.